Úr Jézus Krisztus, földi küldetésed során nem egy alkalommal vonultál el, hogy mennyei atyáddal beszélgess, mennyei atyáddal egyeztest földi küldetésednek irányát, tevékenységét. Szinte minden nagyobb döntésedet az imádság előzte meg. Imádkoztál önmagadért, apostolokért, egyházért. Imádságban fejezted ki leginkább atyáddal való egységedet. Én is az atya egy vagyok, mondtad. Mi is imádságban fordulunk hozzád, az imádság alázatával, szerénységével, egyszerűségével és mégis nagy magasztosságával. Imádságaink lelki összeszedettségeket szeretnénk kifejezni, emberi óhajunkat visszük színed elé. Jobb emberek, hűségesebb papjait kívánunk lenni. Hozzád fűződő viszonyunkat akarjuk napról napra rendezni, jobbá tenni. Akaratunkat kívánjuk a te akaratodhoz igazítani. Szent Ágoston látomásában közölted, nem én igazodom hozzád, hanem neked kell igazodnod én hozzám. Mennyire igaz, hogy nehezen akarjuk feladni sajátos akaratunkat, pedig a te akaratodnál nincs tökéletesebb. A te akaratodhoz való igazodás az az emberi életünknek a jobbítását, a léleknek a tökéletesítését jelenti. Valahogy úgy kell nekünk is hozzád folyamodni, mint ahogy a beteg tette, mondta, ha akarsz, meggyógyíthatsz engem. Igen, ennek a betegnek ez a rád hagyatkozó bizalma követésre méltó. Tudta, hogy te többet tudsz adni neki, mint amit ő kérni tudna. Ő csak emberi szavakkal, emberi vágyjal, érzéssel közelített, hogy meggyógyuljon. De ugyanakkor te sokkal többet adtál neki. Mi is így fordulunk hozzád, hogy a mi akaratunk legyen a te akaratod igazítva. Az az akarat, amelyet te akarhatsz, az felülmúlja az emberi, a földi akaratokat, kívánságokat, vágyakat. Többet tudsz adni. Fölemelsz egy más dimenzióba bennünket, mégpedig a te égi, mennyei dimenziódban. A léleknek tudsz adni komoly vágyódást. Erre vágyódunk, ezért térdelünk előtted, kérjük alázattal, hogy a mindennapi életnek a megpróbáltatásaiban felismerjük a te szándékodat, a te akaratodat. Add meg ezt nekünk. Amen.